nem illik a korról beszélni, azt mondom, hogy te 41 éves vagy most, ugye, ha jól vagy? Igen, nem? 41 és fél. 41 és fél. Hát nem igazán látszik, megmondom őszintén. Azt hiszem ez a mai meccs az egyértelműen a tiéd volt, ha valakit ki kell emelni a csapatból, rúgtál két gólt, volt egy gólpasszod, de hogy értékel ez a találkozót? Igazából jól kezdtük a mérkőzést, vezettünk is, ugye ez volt a megbeszélésünk, mert próbáljunk minél előbb gólt rúgni, ugye ez voltak mérkőzéseink, amikor nem sikerült gólt rúgnunk, kihagytuk a helyzeteket, sikerült, aztán egy picit úgy érzem, hogy értetlenül is kapkodni kezdtünk egy után, akkor volt a pénzügyőnek is egy pár beívelése, esetleg lehetősége, és nekem volt azért helyzet, azért volt nekünk elég sok lehetőségünk, meg helyzetünk, ezek kimaradtak, de úgy gondolom, hogy a másik fél év abszolút magabiztosan játszottunk, és berúgdostuk a helyzeteket, volt még több lehetőségünk is. Én úgy gondolom, lehet, hogy túlzónak gondolják ezt a 5-0-as elmény, de azt gondolom, hogy azért a helyzetek alapján ez benne volt, nyilván a pénzügyőnek is volt lehetősége. De én gondolom megérdemelten jártunk. Tavaly ugye a megyei bajnokságban játszottál, most NB3, lehet jövőre, lehet magasabb, aztán megint. Nem tudom, bármit azt a jövőre. Hiányoznak a csatárok általában, a góllövő csatárok általában. Igen, én is szoktam nézni még az NB1-et is, tegnap is volt egy ilyen körnapom, hogy megnéztem mind a két mérkőzést, tehát a haladás meccs az elkeserítő volt, ugye a Fradi nagyon jó hangulatú volt. Hát nem hiszem, hogy már tudnék játszani, bár meg most lehet NB2 vagy 25 percet még el tudnék. Érkeznek egyébként ajánlatok így magasabb osztályban? Nem. Szerintem már mindenki úgy van vele, hogy én már tényleg, én is úgy mindenkinek azt mondom, már igazából kiüregettem abból a mezőnyből. Nagyon szeretek itt játszani ebben a környezetben, ennél a csapatnál, nagyon jó a hangulat végig. Én úgy gondolom, hogy ahogy tavaly följutottunk a megye egyből, és megnyertük az osztályzót, ahhoz képest ez a csapat nagyon jó szerepe, ugye ott vagyunk, most nem tudom, a hanyadik helyen, de középmezőnyben. Én úgy gondolom, nagyon jól focit játszunk, néha kijön eredményben, néha nem. Ajkán például nagyszerűen futballoztunk, kikaptunk egy úrra az esfélre kapunk a végén. Most kijött, most mindenben ment igazából, vannak ilyen meccsek. Nagyon boldogok vagyunk, hogy tudtunk megint nyerni. Úgyhogy megyünk tovább az úton, aztán próbálunk minél több pontot gyűjteni. Gólszámban mennyit vársz magadtól így a bajnokság során, vagy lehet ezt így? Hát én most tudtam már 4-et, ugye végülis azt mondhatnám, 41 és félesen nem olyan rossz ez. Igen. Azért szeretnék egy 10 gólig eljutni ugye a nyárba. Ez elég szerény szerintem. Igen, jó, de ennyi idősen nem akarok nagy célokat kitűzni. Másfél évvel ezelőtt 16 gólig jutottam, harmadik lettem akkor kerületnél gólövéstán. Én azt mondom, megcélzom, hogy egy 10-12 gólt, aztán remélem, hogy még több lesz. Nyilván rajtam is múlik, a csapaton is múlik, de én úgy gondolom, nagyon jó kiszolgáljuk egymást. Tehát ez látszott a harmadik gólnál is, amit a Patriknak, amit bepasszoltam és rávitt a kapusod előtte, vagy a Karesz góljánál. Tehát abszolút megvan a csapatban az, hogy kiszolgáljuk egymást. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy nagyon sokáig látnak még a pályán. Köszönöm szépen én is.